A portugál-spanyol 3-3-as meccs volt eddig a VB csúcs találkozója, és minőségben is kiválóra sikeredett. A két top csapat tegnap hozta a kötelezőt a kicsik ellen, de hát ez már egy szenvedősebb mérkőzés volt, mint a kettő. Mi pedig a spanyol másodosztályban hetedik helyen végzett Real Oviedo színeiben a szezonban 14 meccset játszó Hidi Patrikkal beszélgetünk évéről és a VB-ről, valamint korábbi edzője már rossi Szövetség kapitánya választásáról. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Meglepett már kinevezése? Ö, nem, nem különösebben lepett meg, hiszen már előtte is Lékensz előtt is már szó volt róla, hogy ő lesz a szövetségi kapitány. Én már akkor is örültem volna, hogyha, hogyha ő lesz, hiszen... Kihagytunk volna egy felesleges kört, most úgy látszik, nem? Ö, igen, lett volna egy pár meccser több Rosszinak. Igazából tényleg nem lepett meg, hiszen szó volt róla, hogy már előtte is kapitány lesz. Nektek egykor mondott valamit, vagy éreztetett valamit, bármit az ilyen jellegű ambícióiról, mert most, ahogy nyilatkozik, az élete legboldogabb napja a magyar kapitánynak lenni. Tehát láthatóan számára ez egy nagyon fontos és nagyon örömteli esemény, és, és nem csak egy egyszerű megbízatás az ezerből. Igen, én úgy gondolom, hogy nagyon lenni Magyarországon, amikor itt dolgozott, tényleg a, a, szurkolók istenítették, és nagyon szerette minden szurkoló, úgy gondolom, hogy azok a szurkolók is, akik nem csak a, a honvédot szerették, így úgy gondolom, hogy az egész magyar futballt, aki, aki figyeli, az tényleg elismerte már munkáját, és nyilván egy Magyarországon dolgozó szakembernek ez a, ez a csúcs a válogatott, úgy, mint egy játékosnak is, úgyhogy egyetértek vele, hogy tényleg ez ez egy nagy dolog a, a számára is, és remélem, hogy sikeres tud majd lenni. Szóval ak akkor, amikor az edződök volt, akkor se egy olyan átlagos, hűvös, átutazó külföldi edzőnek érezte, hanem olyanok, aki kötődik az országhoz, és hát való, igaz, tulajdonképpen most se hagyta el Magyarországot, csak átment a határ túloldalára, fogalmazhatok így is. Mik azok a munkamódszerei, amivel maga mögé tudott sorakoztatni annak idején a Honvédnál egy teljes csapatot és hát az egész közösséget? Hát úgy gondolom, hogy először is ő alakította ki a keretet, ismerte a játékosokat, és olyan keretet alakított ki, akivel ő szeretett volna dolgozni, és, és ismerte a játékosokat, hogy hogyan dolgoznak. Az ő, az ő módszerei pedig leginkább a taktikára vannak kiegyezve, mint általában minden olasz edzőnél, de de nagyon alapos munkát végez, és úgy gondolom, hogy a legfontosabb az volt, hogy a keretre megtalálta a megfelelő játékrendszert, és tényleg azt a játékrendszert találta meg, amiben a csapat kényelmesen érezte magát, és jól tudott játszani. Ismerte mindenki, hogy mikor merre kell mozognia, mikor merre segítenek a társak, és úgy gondolom, hogy ez ennél nincsen egyelőre fontosabb. Dardai pályutó eszembe akkor most egy olyan szövetségkapitányunk kapitányunk lesz megint, aki a játékos állományt jól ismerve, realista módon áll hozzá a válogatott munkához, igaz? Úgy gondolom, hogy igen. Uh -huh. Tehát, hogy nem álmodozni kezd, hanem két lábbal a földön járva, tudja, hogy ki mire alkalmas, és mit Ebben érdemes ezzel hiszen, a garnitúrával játszott. Hiszen Rossi mindig is ilyen volt, mindig a földön járt, és a, a játékosoknak is mondta ezt többször, úgyhogy Úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg a munkával ö, fogja ugyanúgy, ahogy eddig is elérte az eredményeit, most sem fog megváltozni azért, mert ö, válogatott edző lett. Alapember voltál a bajnok csapatában, ilyenkor is, már csak ezért is az ember jobban reménykedik a címeres mezben? <laughs> Ez egy jó kérdés. Úgy gondolom, hogy minden játékos mindig reménykedik a címeres mezben, főleg az, aki még nem volt. Ezzel ugyanúgy voltam, mikor Ben Stork volt a kapitány, vagy mikor lékenzlet lett a kapitány, reménykedtem, most is reménykedek, dolgozok, de úgy gondolom, hogy először a klubcsapatomban kell többet játszanom, és hogyha többet játszok, akkor nyilván nagyobb esélyem is van arra, hogy bekerüljek kapitánytól függetlenül. Az Oviedo-val felemás szezont futottatok, sokáig sérült voltál, aztán nem jött össze a végén a rájátszás, tehát az egytől hatig tartó rájátszás, ami a La Ligába jutást jelenthette volna. Ez csalódás most a klubnál? Úgy gondolom, hogy igen. Mindenképpen az volt a célja a csapatnak, hogy, hogy ebben az évben a, a rájátszást elérje, az első hatot. Ugye tavaly azt hiszem egy ponttal maradtak le, amikor Fernando Hierro volt a, a csapat edzője. Na, hogy bemutjuk uh, a szövetségkapitány nevét, Igen, Igen, igen. Uh, akkor egy ponttal maradtak le, most csak gólaránnyal maradtunk le, úgyhogy reménykedek benne, hogy jövőre már tényleg sikerülni fog. Mennyire elégedtek vele ez a csapat egyik légiósával? Igaz-e a hír, hogy az edzőtök igen, vagyis számítana rád a következő szezonban is? Én úgy gondolom, hogy igen, legalábbis remélem majd 9-én kell visszautaznunk, 10-én kezdődik majd a felkészülés, még van egy kis időnk pihenni, utána viszont majd augusztus közepe vége fele kezdődik a bajnokság. Még egy évig köt szerződés hozzájuk, tehát a te szándékod az, hogy maradjál. Így van, szeretnék maradni. Igazából minden rendben van azon kívül, hogy a játékperceken kívül. Úgy jól érzem magam, tényleg jó a csapat is, úgy érzem, hogy elfogadtak, most már a nyelvel is azért megbarátkoztam, úgyhogy remélem, hogy a következő év jobban fog sikerülni, mint az első, és a sérülések is el fognak kerülni. Életformában, életvitelben, egyáltalán Spanyolországban hogyan érzed magad, jól érzed -e magad, és fekszik-e neked a spanyol futbal? Jól érezzük magunkat, tényleg a párommal ugye kint élünk, úgyhogy... Nincs gond semmiben tényleg, ami, amiben segítség kell azt a klub megadja, segítenek mindenben, úgyhogy tényleg jól érezzük magunkat. Egyedül tényleg, amire azt tudom mondani, hogy hiányzik, az, az, az a több játékperc, de azon fog dolgozni, hogy ezt megkapjam, és úgy, ahogy a szezon elején is megkaptam most is. Mi a különbség játékminőségben és stílusban egyébként a spanyol második vonal és alaliga között szerinted? Hát igazából elég sok meccset láttam a másodban is és első osztályban is, hiszen minden első és minden másodosztályú meccset ad kint a tévé, úgyhogy egész hétvégén spanyol meccseket nézek. Én úgy gondolom, hogy sokkal játszósabb az első osztály, a másodosztályra ez, ez, annyira nem jellemző, inkább az iram és a, és a letámadás az, ami jellemzi ezt a bajnokságot. Nyilván a, a, a másodosztály top csapatai azok, azok, azok már a Liga szinten vannak szerintem. Nyilván nem az élmezőnyben, de, de ott a középmezőny, középmezőny aljában már, ugye, mint ebben az évben is a Zsirona például, hát vagy az Eibar... Általában ben, ben, a benmaradás az nem jelent problémát feltétlenül igen. a nem az automatikus kiesőt Így van, így van, úgyhogy ők mindenképpen azért jobb focit játszanak, mint a, mint a közepe vége felől lévő csapata. Biztos, hogy kedveled Spanyolországot, hiszen most nyaralni is Spanyolországban voltál, most jöttél haza Majorkáról, ezek szerint akkor ott nézted eddig a világbajnokságot a spanyoloknak szorítasz a VB, ha már nincsenek ott a magyarok? Ö, így van, szorítok nekik. Igazából úgy nekik szurkoltam így a, így a gyerekkorom óta is, szóval most nem csak azért, mert hogy Spanyolországban élünk, de úgy mindig figyelemmel követtem őket, tetszett a játékuk, és ezzel most is így vagyok. Láthattál két mérkőzést már tőlük, mi a véleményed az eddigi produkcióról? Ö, Hát úgy gondolom, hogy, hogy ugye a portugálok elleni meccs az tényleg egy, egy, döntővel is felért, akár tényleg nagyon jó meccs volt. A tegnapi meccs úgy gondolom, hogy minden nagy igazából itt a vb n úgy megszenved a kisebb csapatok ellen, ezt, ezt tegnap is láthattuk. Szerintem ebben a, a csoportban még, még, egyelőre elég az nekik, hogy, hogy ugye a három pontot megszerezzék, ami fontos volt, sikerült is. de Lesz még egy ugyanilyen meccsük, ami szerintem a Rokka ellen ugyanilyen nehéz lesz. És akkor, de majd a csúcsra járatás az a későbbi szakaszba kell, hogy eljön változatlanul a végső győzelem egyik nagy esélyeseinek tartod a spanyol válogatottat, a botrányos kapitányváltással együtt is annak ellenére is? Ö, igen, úgy gondolom, hogy ez mindenkit meglepett, nem csak itthon, hanem ö, Spanyolországban is szó is volt róla, hogy, hogy ö, nem hiszem, hogy ezzel elégedettek úgy a szurkolók, mint a játékosok sem, de nyilván ez a szövetség döntése volt, és ö, a csapat nem változott, nem hiszem, hogy ö, az új vezetőedző nagy ö, változásokat akarna a csapaton belül, úgyhogy ö, én remélem, hogy ennek nem lesz ö, Probléma, hogy ez nem lesz probléma a, a, a VB alatt. Nyilvánvalóan most Oviedo-ban különösképpen büszkék arra, nem, hogy um, író személyében hozzájuk kötődő szövetségi kapitánya van a válogatottnak. E, igen, ebben biztos vagyok. Bár ahogy hallottam, a tavalyi szezonban úgy a szurkolók nem nagyon kedvelték az edzőt. Nem tudom, hogy ennek mi lehetett az oka, nyilván még nem, voltam. Föl, nem? Például nem jutott fel, igen de még nem voltam ott, úgyhogy, de biztos vagyok benne, hogy büszkék arra, hogy egy évvel ezelőtt még az ő edzőjük volt. Amennyit eddig láttál a világbajnokságból, milyen általános jellemzői vannak szerinted a tornának? Például a csoportmeccsek szakaszában a taktikázáshoz, meg az óvatoskodáshoz képest erősödött-e szerinted a támadó futball, hogyha mondjuk az előző VB-re, vagy az előző két VB-re gondolunk? Hát ez egy jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon nagy különbségek vannak a, a top csapatok és a, és a kis csapatok között. És ez látszik is, például Argentina, Izland ellen is, hogy, hogy szinte tényleg felborult a pálya, de, de mégsem tudtak gólt rúgni, és nagyon jól védekeznek a kis csapatok. A nagyok próbálnak támadni, próbálnak kreatívak lenni ez nem mindig sikerül, viszont tényleg én úgy úgy gondolom, hogy nagyon nagy a különbség itt a, a csapatok között. Ha ez viszont így van, akkor azon az érdemes elgondolkodni, hogy az egy jó irányú folyamat, -e, hogy még tovább zösztani, meg, meg emelni a létszámot, nem? Hát igen, igen, így is ugye tényleg majdnem nem minden csapatban az van, hogy van két úgymond top csapat és van két kisebb csapat, és akkor a kicsik próbálnak ugye védekezni, próbálnak ö, saját térféle labdát szerezni, kontrázni, a nagyok pedig tényleg próbálnak ö, labdát járatni, próbálnak ö, feltörni a védelmet és gólt szerezni. Igazából én ö, ennyit láttam így a, az eddigi csoportmeccsek alapján, remélem, hogy majd a, a további utás után, amikor a nagy csapatok találkoznak, ö, olyan meccseket láthatunk, mint például a spanyol-portugális volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor egy erős szezon neked Ovi a következő évben. Köszi. Köszönöm.